Köszöntöm a kedves nézőket! Önök a Tapolcai Városi Televízió sportmagazinját látják. Kezdjük rövid hírekkel. A Tapolca Városi Sportegyesület tekes szakosztály Bakos István, Kis József, Nagy László és Nyírő Tamás alkotta csapata november utolsó napján a Herendi Megyei Szabadidő csapatbajnokság első fordulóján a második helyen zárt. Befejezték a bajnokság őszi fordulóit a tapolcai labdarúgók, az idei ősz utolsó mérkőzéseit a Tiac VS-re játszotta. A 16. forduló vereséget hozott a megye első osztályban szereplő férfi együttesnek a Tihanyi FC ellen. Az U19-es csapat 6-0-ra, míg a felnőtt csapat 4-1-re kapott ki a házigazdáktól. Gólszerző Illés Bálint, edző Hecsei Pál és Dobján Krisztián. A Telekom Veszprém Tapolca csapatai vegyes eredményeket értek el a bajnokságokban novemberben. A gyermekbajnokság fiú U13-E csoportjában előbb 9-33-ra a Szent Gotthárdi VS-e, majd 12-44-re a Celdömölki VS-e felett arattak győzelmet a tapolcai kézilabdások. A gyermekbajnokság fiú U12-F csoportjában a negyedik fordulóban előbb 38-14-re az Ajkai Trampolin SE, majd 28-16-ra a Balatonfüred KSE 5-ös felett arattak nagyarányú győzelmet. A gyermekbajnokság fiú U11-F csoportjában a tapolcaiak 11-10-re kaptak ki a Georgikon DS-től, majd 11-24-re győztek a Devm Csabrendek ellen, edzővel Kiné Pisján Éva és Somogyi Sándor. A TVS-ek kézilabda szakosztálya több korcsoportban mérette meg magát november közepéig a különböző bajnokságokban. A megyei bajnokságban játszó férfi felnőtt együttes a 9. fordulóban 36-36 arányú döntetlent játszott hazai pályán a Simontornyai KK ellen. A megyei női felnőtt csapat a 8. fordulóban itthon győzte le 26-24-re az Urguti SK-t, majd a 9. fordulóban 38-36-ra a Rezolut KC alsóörs csapatát. A gyermekbajnokság leány U14 terület 2J csoportjában a TVS-e 9-17-re kapott ki a Szombathelyi KK-tól, majd 18-8-ra a Haladás VS-től. A gyermekbajnokság fiú U12-F csoportban a 4. forduló 26-11 arányú győzelmet hozott Tapolcának a Devm kézilabba alapítvány Csabrendek együttese ellen, majd egy 8-32-es vereséget az Ajkai Trampolin esével szemben. A gyermekbajnokság fiú U11-F csoportban a TVS-ének a Devm kézilabda alapítvány Csabrendek és a Vonyarcvasegy ese ellen is 10-0 arányú vereséget jegyeztek. Edzők Antal Lászlóné, Lakos Dezső, Schneider Zsolt és Szám Péter. A Tapolca Városi Sportegyesület sakk szakosztálya társ szervezője volt a Hotel Pelionban tartott versenynek. Szép hazai eredmények születtek. Istvándi Lajos, a TVS-e sakk szakosztályának vezetője tájékoztatott minket az eseményről. Az MSS és a TVS-ek közös szervezésében hívták életre november végén a 2019. évi Hungest Hotel Pelion Tehetségpont Tapolca elnevezésű rapid sakkversenyt 32 résztvevővel a hotel külön termében. A felnőttek között Gyarmati János helyi edző szerezte meg az első helyezést. Második Presznyák István, harmadik Kasnya Péter, negyedik Tóth Barnabás. A szakosztályvezető kiemelte utóbbi két gyermek felnőttek között elért szép eredményét. A lányok mezőnyében tapolcaiak végeztek az élen. Az arany Kisdalma Letti, az ezüst Korán Katalin, míg a bronzérem Kisvanda Liána nyakába került. Különdíjas Csillag Levente, Kasnya Péter, Tarsoly Csanád, Tóth Barnabás, illetve Tóth Csongor. Az új idény első olimpici párbajtőr Grand Prix fordulóját Hajdúhatházon rendezték meg november végén, tapolcai érem is született. A Fülöp Gyula emlékversenyre keresztelt sporteseményen mindkét nemben törpici, gyermek, újonc és serdülő korosztályokban versenyeztek a párbajtőrözők. A Tapolca Vivoklubot Bolla Sára, Bicsérdi Csongor, Cserép Dorina, Cséri Sára, Hegyi Dorka, Konceklina Melody, Konkoly Evelin, Kovács Bianka, Súlyok Meleni és Tarsoly Borbála képviselte. Meleni a leány serdülő kategóriában a 92 fős mezőnyben a dobogó harmadik fokára állhatott.
Dorina a 84 női gyermekinduló között végzett a 8. helyen. Edző Gauland Zsófia. A Széchenyi István Baptista Középiskola november végén a futszál diákolimpia megyei elődöntőjében mérette meg magát Balatonfüreden. Küzdelmes, jó íramú mérkőzéseket játszva végül a 3. helyet szerezték meg a fiúk, mindenki dicséretet érdemel, tudtuk meg Hecsei Pál testnevelő felkészítőtől. A csapattagjai Bicsérdi Sándor, Bocskai Krisztián, Csábrádi Tamás, Gulyás Szabolcs, Karácsony Róbert, Lendvai Márk, Nagy Bence Rihárd, Pál Bence, Pongrácz Szabolcs és Takács Benedek voltak. A Széchenyi István Baptista Középiskola is megmérette magát az Asztali Tenisz Diákolimpia körzeti döntőjében november végén. Az iskolát Cserép Dániel, Kovács Dániel, Krizsán Martin, Sárközi Áron, Tóth Péter és Farkas Adrián képviselték. Utóbbi tanuló ezüstérmet szerzett, ezzel tovább jutott a megyei döntőbe. A többi diák is szépen szerepelt. November utolsó napján Baján rendezték meg a Skander országos bajnokságot, ahonnan a tapolcai Szánti Imre és csapattársa német Róbert is érmekkel tértek haza. Imre jobb kézzel arany, míg bal kézzel az ezüstérmet hozta haza kategóriájában. Csapattársa, akivel közösen edzenek Tapolcán, a környékbeli német Róbert szenior kategóriában a balkezes versenyen az aranyérmet szerezte meg, mindketten a Dóró Team versenyzői. A két tapolcai szlalom versenyző Lovász Róbert és Szollár Norbert több versenysorozatban is indult az idei szezonban, a díjkiosztókon többször is dobogóra állhattak. Mindketten elindultak a Dunántúli Szlalom Kupa bajnokságban, ahol kategóriájukban az első helyen végeztek, abszolútban Róbert a dobogó első, míg Norbert a dobogó második fokára állhatott az évvégi ünnepélyes díjkiosztón. A Bakony-Szent László kupán szintén mindketten megmérették magukat. Kategóriájában Róbert az első, míg Norbert a második helyre küzdötte fel magát. Abszolútban előbbi versenyző a dobogó második, míg utóbbi versenyző a harmadik fokán zárt. Norbert idén a Wild Dogs Slalom bajnokságban is megmérette magát, ahol kategóriájában és abszolútban is mindenkit maga mögé szorított. Robert az országos slalom bajnokságban is versenyzett, ahol kategóriájában és abszolútban is egyaránt az 5. helyen végzett. A TVS-e Thai Box szakosztály, azaz a tapolcai Muay Thai Gym két versenyen is bizonyított novemberben, rengeteg érmet hoztak haza. Mindenről Szegvári Tamás szakosztályvezető, edző tartott beszámolót nekünk. November 2. hétvégén az XFC és az ICO világszervezetek European Fight Games bajnokságán 12 versenyzővel képviseltették magukat Lendiben. Idén először hazánkban rendezték meg a megmérettetést, ahol Ausztria, Franciaország, Horvátország, Szlovákia és Ukrajna is képviseltette magát. Tóth Zsombor 54 kg-ban, Muay Thai-ban a döntőben a második menetben KO-val nyert. Pontyos Balázs Kyle Light 49 ellenfele visszalépett a döntőben, így ő, valamint Tóth Zsombor, Kyle Light 69 kg, ugyancsak hazahozhatták az aranyérmet. Vágusz Gergő nagy csatában ukrán ellenfelétől kapott ki a döntőben. Muzsi Dániel 56 kg Muay Thai pedig az IFMA Európa bajnokkal szemben maradt alul. Nagy Imre 74 kg-ban Muay Thai-ban az utolsó menetre érzett rá a ritmusra, de így már késő volt. Szép technikákat bemutatva a bírók a pesti ellenfelet találták jobbnak. Stankovics Botond hatalmasat harcolt és megosztott pontozással kapott ki a döntőben, míg Varga Veronika plusz 75 kg-ban többször leütötte ellenfelét, de ezt Skylight-ban nem díjazzák, így a sok intés miatt elvették tőle a győzelmet, összegezte a tanítványok teljesítményét az edző. Összesen 3 arany, 7 ezüst és 2 bronzérmet szereztek a versenyzők. A Szegvári Team többi versenyzője Hegedűs Dominik, Kádár József, Nagy Ákos és Tóth Vendegúz voltak, akik szintén kitettek magukért. Egy hétre rá Győrben rendezték meg az IFMA szabályai szerint a regionális Muay Thai bajnokságot közel 80 versenyző részvételével. Tapolcát 6 fő képviselte.
Vágusz Gergőnek 31 kg-ban sikerült végre bizonyítania, és soproni ellenfelét egyhangú pontozással verte meg. Stankovics Botond 55 kg, a harmadik menetben TKO-val győzött veresegyházi ellenfélével szemben, míg Tóth Zsombor 69 kg, megosztott pontozással győzött hatalmas csatában a győri versenyzővel szemben. A bajnokoknak ez volt az első Muay Thai versenyük, ahol a vártnál jobban teljesítettek, így nagyon büszke rájuk a szakosztály. A többieknek most nem sikerült, de tapasztalatszerzésnek rendkívül jó volt. Tóth Zsombor, Tóth Bendegúz, Varga Veronika volt a Szegvári Team versenyzője. Tudtuk meg a győri verseny kapcsán a szakosztály vezetőtől. Idén ismét ősszel adott otthont a Csermák József rendezvénycsarnok. A 8. Szöcske Gála fedett pályás gyermekatlétika versenynek november 20-án. Szép számmal képviseltették magukat a helyi és környékbeli iskolák. A diákok nemenként több versenyszámban, két korcsoportban mérték össze tudásukat. A verseny szervezésében és lebonyolításában a csarnok dolgozói, a versenyötletgazda Bakler Zoltán vezette Tapolcai Sportakadémiása, illetve a Tapolcai Diák Sport Egyesület működött közre. A harmadik-negyedik korcsoportos versenyzők 5 versenyszámban nemenként mérkőztek meg, a helyi iskolások is szépen szerepeltek. Magasugrás versenyszámban a harmadik korcsoportos lányok között első Szigeti Léna, második Jónás Emma, harmadik Szabó Szofi és Csipszer Csenge, míg a fiúk közt első Máté Zalán, második Enyingi Donát, harmadik Fekete Pál. A negyedik korcsoportban a leányok versenyében első Bíbor Hanna, második Tarsoly Borbála, harmadik Cejnel Flóra, a fiúk megmérettetésén első Pruska Bence, második Scheller Kornél, harmadik Szabó Levente és Hoffmann Gergő. Merinci labdadobás versenyszámban a harmadik korcsoportos leányok kategóriájában első Cserép Dorina, második Gerics Izabella, harmadik Futácsi Kiara, míg a fiúk közt első Barca Ádám, második Fluger Gergő, harmadik Gerics Dávid. A negyedik korcsoportban a lányok versenyében első Vajai Kitti, második Lovász Zsófia, harmadik Horváth Georgina, a fiúk közt első Szalai Dorian, második Szabó Krisztofer, harmadik Krejcer Ádám. Helyből távolugrás versenyszámban a harmadik korcsoportban a lányok közt első Bakler Zita, második Csipszer Csenge, harmadik Szigeti Léna. A fiúk között első Gerics Dávid, második Bogdán Dominik, harmadik Enyingi Donát. A negyedik korcsoportban a lányok között első Kondor Réka, második Tarsoly Borbála, harmadik Nagy Liliana, míg a fiúk közt első Pruska Bence, második Tóth Zsombor, harmadik Cimondor Gergely. 30 méter síkfutás versenyszámban a harmadik korcsoportban a lányoknál első Nagy Bianca, második Tölli Lara, harmadik Pálfi Maja Abigail, a fiúknál első Orbán Csanád, második Bognár Dominik, harmadik Víg Olivér. A negyedik korcsoportban a leányoknál első Fellegi Emilia Lili, második Török Bernadett, harmadik Fluger Nóra, míg a fiúknál első Tátrai Levente, második Vas Máté, harmadik Tóth Zsombor. A váltófutást a lányoknál a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola, Batsányi János magyar-angol két tanítású nyelvű tagintézményének csapata nyerte, őket követte a Réfülöpi Általános Iskola, majd a Badacsonytomai Tatai Sándor Általános Iskola. A fiúknál a Badacsonytomai Tatai szerezte meg az arany, a Tapolcai Batsányi tagintézmény az ezüst, míg a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Kazinczy Ferenc tagintézmény a bronzérmet. Magyar Mihályra, a tapolcai sportélet meghatározó alakjára emlékeztek a Csermák József rendezvénycsarnokban nevével jelzett labdarúgó emléktornán november utolsó napján. Meghívásos női és öreg fiú teremlabdarúgó tornával tisztelegtek Magyar Mihály emléke és munkássága előtt. Nevéhez számos sporttal kapcsolatos tevékenység köthető a városban, a torna apropója mégis az egyik legjelentősebb, a labdarúgás volt. Az 1980-as évek végén megalakította a Tapolcai Honvéd női labdarúgó csapatot, ahol edzőként, majd szakosztályvezetőként munkálkodott, majd pedig a Honvéd Sportegyesületen belül külön létrehozta az öreg fiú szakosztályt. A 14. emléktorna a 4 tapolcai öreg fiú csapat mérkőzéseivel kezdődött. A képzeletbeli dobogó első fokára végül a Tapolca hivatal, a másodikra a TVS-e Tapolcai öreg fiú FC, a harmadikra pedig a Diszeliese állhatott. Negyedik a Tapolcai Honvédese.
gólkirálynak Szalai Pétert, hivatal, a legjobb kapusnak Sázsdi Attilát, Töfc, a legjobb mezőnyjátékosnak pedig Bicsérdi Sándort, Diszel választották. Az eredményhirdetésen a díjakat Magyar Mihályné adta át, akit a szervezők, valamint a női honvéd csapat egy-egy virágcsokorral külön is köszöntött. A megnyitom Bockó Gyula, a TVSE TÖFT szakosztályvezetője, edzője mesélte el nosztalgikus beszédében Magyar Mihályhoz fűződő emlékeit. Az egyperces néma főhajtás után kezdődött meg a női torna. A Kinizsi SK Gyenesdiás, az NLC Ajka, a Nyíres Puszta Ese, a Pelc Nyárád, a Tapolca Vérsel Honvéd, valamint a Zalapáti Ese kapott meghívást a tornára. Az első helyen a Nyárádi, a másodikon a Zalapáti, a harmadikon az Ajkai, a negyedik helyen pedig a Nyíres Puszai csapat végzett. A legjobb kapusnak Andor Teodóra, Zalapáti, a legjobb mezőnyjátékosnak Beimlik Katalin, Nyárád, míg a gólkirálynak járó külön díjat Szegedi Anita, Zalapáti vihette haza. Gyermekzsivajtól volt hangos a Csermák József rendezvénycsarnok december 4-én, óvodások fociztak a Mikulás kupán. A hagyományokhoz híven a csarnok munkatársai és a Tapolcai Diák Sport Egyesület a karácsony közelettével ismét sportos programra invitálta a helyi óvodásokat. A Mikulás kupára a Tapolcai Kertvárosi Óvoda, illetve annak Hársfa, Szivárvány és Barack Virág tagintézménye, valamint a Szent Erzsébet óvoda kapott meghívót. A szervezők célja nem a versengés, hanem egy mozgással töltött, jó hangulatú, barátságos délelőtt megszervezése volt. A csarnokot betöltő gyermekzsivat halva tervük célt ért, a gyermekek remek élményekkel, Mikulás csomaggal és emléklappal gazdagodva térhettek haza.
Ingyenes szenior örömtáncot hirdetett a Nőklub és az Egészségfejlesztési Iroda. Kameránkkal december 5-én jártunk a Csermák József rendezvénycsarnokban. A hangulat remek volt, várják szeretettel a további érdeklődőket is. Igazán a Facebookon találkoztam én ezzel a szenior örömtánccal, ami felkeltette az érdeklődésemet, és az akkori előadót megkerestem, vagy aki bemutatta Várpalotán, és vele vettük fel a kapcsolatot, és a Vogéba tavaly április elejétől elindítottuk a szenior örömtáncot a Nőklub keretein belül, de meghirdettük a város valamennyi lakója részére, és május végéig a Vogéba táncoltunk, de ugye jött a nyár, nagyszülőknek elfoglaltságok, egyebek, de kiderült, hogy nagyon-nagyon jól érezte magát ez a csapat ebbe a zenés mozgásba, ami nem más, mint alapvetően egy agytorna. Úgy gondoltuk, hogy a Nőklub tagságához ez a tánc már egészen jól illik, és a nyár után októberben újra elkezdtük a szervezést, miután a Vogéba már nem fértünk el, mert kicsi lett el, annyian voltunk, így az új oktatónk, aki közelebb van Sümegen, és ezáltal kicsit olcsóbbá tudtuk tenni a programot, hiszen ez egy fizetett mozgáskultúráis program volt, így átjöttünk a rendezvénycsarnokba, megkaptuk a helyet, és azóta itt nagyon nagy szeretettel és nagy örömmel veszünk részt ebbe a programban. Mi most úgy 50-en vagyunk, tehát a város különböző részeiből, de tudom, hogy jönnek már Mindszentkáláról is van, itt Belesencéből vannak sümegiek, és Anita Sümegen tanított először, és azok a hölgyek jönnek segíteni azért nekünk a bizonyos jellegű lépéskoordinációknál, hogy ez jól menjen. De alapon a saját magunk örömére csináljuk. Talán a legfontosabb, igen, hogy hogy érzi magát a közösség, hogy érzik magukat itt az emberek. Én úgy látom, hogy nagyon jól, mert szinte nincsen lemaradunk, és itt nincs olyan, hogy meg kell felelni valaminek. A saját magunk örömére, a mozgás örömére vagyunk itt, és ez úgy gondolom, hogy az egyik legjobb dolog. A szenior örömtánc 6 éve került be Magyarországra, Csirma Szilvia révén, ő egy nyugdíjas német tanár, és nagyon megtetszett neki ez az elfoglaltság, már látta Ausztriában, Németországban, és ezért elment Ausztriába, elvégezte a tanfolyamot, behozta Magyarországra, utána elvégezte a referensképzést is, mert látta, hogy ennek mekkora sikere van Budapesten, és most már ő is képezhet oktatókat. Tehát körülbelül 4 éve van Magyarországon oktatás is. Én most idén októberben végeztem el ezt a tanfolyamat. Ez ugye abból áll, hogy 3-szor kell Budapestre felutazni egy 3 napos, mind a 3 alkalommal 3 napos turnusra, de előtte el kell járni egy másik oktatóhoz, hogy kipróbálni, hogy egyáltalán tetszik-e ez nekünk. És én nagyon beleszerettem ebbe. Az első turnus után, ez januárban volt, én már létrehoztam Sümegen egy csoportot, akikkel majd gyakorlom ezeket a táncokat, és ez már annyira lelkes csapat összeállt, hogy a 12 főből most már majdnem 60-an vagyunk Sümegen, és heti 2 alkalommal oktatjuk. Ezek kifejezetten az idősödő korosztálynak kitalált koreográfiák, tehát viszonylag kevés forgás van benn, egyszerű lépések vannak benn, egyszerű koreográfiák, ugyanakkor igényli a koncentrációt, tehát én is a mai napig, ha egy fél percre nem figyelek oda, már el is téveztem a lépéseket, és azért az a jelszava ennek a szenior örömtáncnak, hogy mozgás, öröm, agytorna, mert ugye koncentrációt igényel, mert agytorna. Ugyanakkor mozgunk, tehát olyan rejtett izmokat mozgat meg, amit az idősebb korosztály már nem is nagyon használ, és észrevétlenül lehet, hogy izomláza lesz, mikor hazamegy. És öröm, azért öröm, mert egyrészt nevetünk azon, amikor eltévesztjük, mert ez nem versenytánc, mi nem fellépni járunk vele, hanem csupán szórakozásból csináljuk. Másrészt meg nagyon fontosnak tartom azt, hogy állandó partnercserék vannak, és ezáltal olyan emberek kerülnek kontaktusba egymással, akik lehet, hogy csak köszönő viszonyban vannak, de ezután a tánc után beszélgetni fognak, hiszen megfogják egymás kezét, összekarolnak. Tehát nagyon észrevettem a sümegieken, hogy egy olyan jó kis csapat alakult ott ki, és pont emiatt, hogy ők szociális kontaktusban vannak egymással. Ugye itt a Nőklub kért meg engem, hogy jöjjek táncot tartani, és nagyon örülök neki, hogy megmertem lépni azt, hogy jöjjünk el a rendezvénycsarnokba, mert ugye előtte a Vokébe tartottuk, és ott nem nagyon fértünk el, és
láttam azt, hogy tetszik nekik, szeretik, és gondoltam, hogy akkor próbáljuk meg itt, és egyre többen vannak, és itt is látványos a fejlődés, és szerintem nem volt olyan ember, aki egyszer eljött, és utána már nem jött, mert azt mondta, hogy ez nem tetszik neki, úgyhogy ők is nagyon ügyesen haladnak. Ugye nekem most már egyszerű dolgom van, mert a sümegi csoportommal megtanultam ezeket a koreográfiákat, tehát már nagyjából ismerem, hogy melyiknél milyen bukkanók lehetnek, és így sokkal könnyebben tudom a tapolcaiaknak oktatni. Mindig odafigyelek rá, hogy többféle tánc legyen, általában körtánccal kezdjük, mikor mindenki ugyanazt csinálja, mert az egy egyszerűbb, akkor csak saját magára kell odafigyelni. Úgy néz ki egy tánc oktatás, hogy megmutatom a zenét, kedvet csinálok egy kicsit hozzá, hogy ráérezzen a ritmusára, utána megmutatom egyedül, aztán elmagyarázom a lépéseket zene nélkül, megtanuljuk zene nélkül, és akkor együtt táncoljuk zenére. Ezek nagyon sokféle táncok, tehát a polkától a szambáig, a keringőig rengetegféle tánc van, és ugye ezeket kifejezetten úgy állították össze, hogy ezeknek az ennek az idősebb korosztálynak, és könnyű legyen nekik megtanulni, és sikerélményt adjon. Úgy szoktam egy órára készülni, hogy legyen régi tánc, általában a végére kerüljön a régi tánc, hogy legyen sikerélmény, és úgy menjen haza, de azért legyen agytorna is, tehát mindig legyen valami új, amikor egy kihívás neki, hogy na most egy újat tanulunk. És ez általában káoszba fullad, meg nevetünk rajta, de tudom azt, hogy ez legközelebb sokkal jobb lesz. Mindig azt szoktam mondani, hogy alszatok rá egyet, és ígyétek el, nagyon jól lesz legközelebb, és ez így is van. Magazin műsorunkat sportprogramajánlóval zárjuk. Aranykapu kupa teremlabdarúgó torna a Csermák József rendezvénycsarnokban december 15-én vasárnap 8 órától. A nevezés már lejárt, de várják a sportbarátokat, családtagokat, érdeklődőket. Az előző év negatív tapasztalatai után több változás lesz a lebonyolításban. A szervezők a versenykiírásban szigorították a nevezés, részvétel feltételeit, a zavarmentes lebonyolítás érdekében a játékvezetők külön személyi biztosítást kapnak, és a nézők részére belépős lesz az esemény, 500 forint per fő per nap, 14 év alatt ingyenes. Szervező Tapolca Kft. Csermák József rendezvénycsarnok. A Csermák József rendezvénycsarnok további programjai. December 27-én 16 órakor sakkgála, egyesületek, szakosztályok vetélkedője a sakkszakosztály szervezésében. Január 4-én 8 órakor Csarnok kupa, női teremlabdarúgó torna. Január 5-én 8 órakor újévi kupa, férfi teremlabdarúgó torna. A Tapolca VSE természetjáró szakosztály túráihoz továbbra is lehet csatlakozni. December 14-én szombaton Kapolcs, Feketehegy, Monostorapáti. December 18-án Keszthely, Balatoni Múzeum. December 21-én szombaton túra Sümeg, Mária út, Tapolca útvonalon. December 28-án szombaton túra Gyenesdiás, Vadlányfutó út, Cserszeg-Tomaj. December 31-én kedden szilveszteri óév búcsúztató túra a Halábhegyen. 2020. január 4-én szombaton túra Tapolca, Hegyesd, Monostorapáti. Január 8-án szerdán sétatúra Becehegy, Becei Kápolna, Szép Kilátó, Balatongyörök. Január 11-én szombaton Sátorma puszta, Sátorma erdő, Szent Vékálla, Monostorapáti. Január 15-én szerdán sétatúra Tótvázsony, Hidegkúti dűlő, Nemesvámos. Január 18-án szombaton túra Lesence István, Vállus, Keszthely. Január 22-én szerdán sétatúra Tutanhamon kiállítás, Budapest. Január 25-én szombaton Nagyvázsony, Kaphegy, Nagyvázsony. Január 29-én szerdán sétatúra Kapolcs, Vaksatető, Taljándörök, Dentisét, Kapolcs.
A túra menet közben változhat, változásokat tapolcai természetjárók Facebook oldalon. December 31-én, szilveszter a tóparton. 9 órától a Bombatukáda ütőegyüttes új év búcsúztató műsora és közös bemelegítés Mazsival. 9:15-kor Szalai Gyöngyi emlékfutás. Versenyszámok: egyéni 4 kilométeren, 8 év alatt egy tókör az alsó tó körül. Díjazás: emléklap és a célba érkezők között rajzszám alapján ajándéksorsolás. 10 órától Tour de Malomtó, vízi biciklik körverseny, sztárvendég a Giro d'Italia magyar versenyzői Dina Márton és Peák Barnabás. 10:45-től Bombatukáda együttes újév búcsúztató műsora. 11 órától 10. szilveszteri Malomtó úszás. 21-ű Csirilla Györggyel a Nemzet Rozmárjával. További információk, jelentkezés az úszásra a tapolcacsarnok.hu honlapon. Támogató Tapolcaváros önkormányzata, szervező Tapolca Kft. Csermák József rendezvénycsarnok. További információk a Tapolcacsarnok honlapon és Facebook oldalon. 6. alkalommal szervezi meg december 15-én, advent 3. vasárnapján a tapolcai honvédese tapolcai trapolók a jótékonysági futást a Malomtó partján. Rengeteg az előnevező, a szervezők bizakodóak, de mindenről Földesi József szervező fog minket tájékoztatni. Köszöntelek a stúdióban, örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Idén lesz a 6. alkalom már, hogy megszervezitek a tapolcai jótékonysági futás decemberben. Mielőtt belemennénk az idei év részleteibe, beszéljünk picit arról, hogy hogyan indult ez a kezdeményezés, és milyen tapasztalatokkal zártátok az elmúlt éveket. Hát először én köszönöm, hogy egyetem meg lettem hívva, és hogy pici reklámot kap az a rendezvényünk. Hogy kezdődött ez? 2014-ben kezdődött először, akkor én véletlenül bajai születésű vagyok, lejutottam Bajára egy ilyen jótékonysági futásra, és ott tetszett meg az ötlet, hogy ha már egyszer ott ilyen van, akkor miért ne csinálhatnám Tapolcán is. Innen jött az ötlet, és azóta itt Tapolcán töretlenül működik. Baján sajnos már befejeződött, ott már nem rendeznek ilyet. Tapolcán viszont évről évre többen jönnek, egyre nagyobb az igény rá, sőt már a tavalyi év rendezvénye után is rögtön kérdezgették, és jövőre is lesz? Lesz, igen, idén is meg lesz. Rendezve. Akkor beszéljünk az ideiről. Mikor, hol lesz? Az idei az december 15-én vasárnap lesz megrendezve, 10 órai kezdéssel. A 10 órai kezdés ugye azt jelenti, hogy 10 órától fogadjuk a résztvevőket, jelentkezőket, akkor lesz rajtszámkiosztás, egy pici eligazítás, és utána majd a sorrendben következnek a programok, hogy azt még majd a Facebookon közé tesszük, hogy mindenki pontosan tudja, hogy mit, mikor, miért. Milyen távok lesznek? Hát a távjaink azok, azt szokták mondani, hogy jól bevált módszeren nem kell változtatni. Ha az előző évek távjai ezt tökéletesen megfelelnek ennek a célnak, ugye itt most nem az a célja, hogy hatalmas sportrendezvényt csináljunk, itt inkább az adományozás, inkább a segítésen van a hangsúly, tehát így most a gyerekeknek egy 500 méteres táv, felnőttek is futhatják az 500 métert. A felnőtteknek, akik picit bátrabbak, többet bírnak, azoknak egy 1200 méteres kör lesz a tó körül. Az előnevezést már lezártátok, milyen számok jöttek eddig? Hát nagyszerű számok jöttek, megmondom, mint az előbb is mondtam, hogy egyre nagyobb az érdeklődés. Hát a tavalyi évet is sikerült túlszárnyalnunk, tehát folyamatosan nő a létszám, az idén elértük a 270 előnevezettet, amiben viszont csodálatos is, és tényleg, aminek én személy szerint borzasztóan örülök, hogy több mint 80 gyerek nevezett elő. Tehát ez a tavalyi évhez több mint 20%-os növekedés. A helyszínen is lesz lehetőség nevezni, mi ennek a módja, hol lehet majd regisztrálni? Hát a helyszínen is lesz korlátolt számban, pontosabban ez a korlátolt szám az azt jelenti majd, hogy nem mindenkinek tudunk, én még látásom szerint rajtszámot biztosítani, mert egyszerűen előre láthatólag sokkal nagyobb lesz az érdeklődés, mint amire mi számítottunk. De lesz a helyszín, hát ugyanúgy 10 órától lesz az asztaloknál lesz előnevezettek, akik ABC sorrend szerint tudják a nevük alapján a rajtszámot megkapni, és lesz egy asztalka, ahol a helyszínnevezők tudnak, ott, mint mondtam, korlátott, hát olyan 50-55 rajtszámunk lesz, amin nem lesz becenév, csak a szám. De ez viszont azért fontos, mert majd a tombola sorsoláson ugye a szám alapján sorsolunk.
Minden évben vicces karácsony jelmezekbe is bújhatnak a futók, idén is így lesz ez? Igen, igen, igen. Több helyről érdeklődtek már, hogy esetleg lehet-e szabad, de persze természetes dolog, hát ez egy kötetlen program, tehát most ez tényleg a jótékonykodásról szól, és bárki bármit csinálhat, ami belefél a normál keretekbe. Ugyanúgy persze tavaly előtt is voltak érdekes jelmezek, várjuk idén is szeretettel őket. Tájékozódási futást is írtetetek, ez mit jelent, hogy lehet elképzelni? Ez a tájékozódási futás, ez ilyen úgynevezett pontbegyűjtős tájékozódási futás lesz, ez azt jelenti, hogy a tó körül kijelölünk egy pályát, ahol különböző pontok lesznek, tehát térkép alapján tájékozódni kell, és meg kell keresni ezeket a pontokat, azért pontbegyűjtő, ugye, mert akkor lesz egy pecsételőhely, és gyakorlatilag most azt teljesíti, aki minden pontot megtalált. Jutalmazás külön nem lesz természetesen, de akik esetleg érdeklődnének az ilyen jellegű futás iránt, az gyakorolhatja. El nem fog tévedni a tóparton. Meglepetés műsorokkal, fellépőkkel készültek-e idén? Igen, igen. Hát ez minden évben most már szokássá vált, hogy azért ilyen kiegészítő programként, tehát ilyen áthidaló programként. Szerencsére ugyanúgy, mint tavaly előtt is, idén is voltak jelentkezők, akik esetleg megkérdezték, hogy nem-e jöhetnének el, szeretnének egy 10-15 perces műsort adni, hát ez idén is így fog lenni. A Bacsányi Tánc Együttes fog egy 10-15 perces, 20 perces műsort adni, és a Senior Örömtánc elnevezésű egyesület, csoport fog rövid bemutatót tartani, aminek külön örülünk, hiszen ez megszólítja talán majd az a korosabb korosztályt is, és az egyedülálló urak, hölgyek nyugodtan csatlakozhatnak, fiatalok is táncolhatnak, azért hívják Örömtáncnak, táncnak, hogy jól érezzék magukat. Kiknek lesz a felajánlás, és milyen szervezeten keresztül fog ez megvalósulni? Idén a felajánlás a leendő óriások, nagycsaládosok egyesülete. Mindig hosszú neve van, nagyon nehéz megjegyezni. Kapják a felajánlásokat, remélem jó helyre kerülnek. Tavaly előtt is már dolgoztunk velük. Pontosabban ők kaptak adományokat, mindig megelégedéssel. Hogy lehet majd ott a helyszínen adományozni, illetve mit lehet? Adományozni a helyszínen, mint mondhatnám azt, a régi szokás szerint lesz egy kijelölt hely, ahol gyűjtjük az adományokat. Tehát mindenki oda hozza a helyszínre, amit fel szeretne ajánlani. Itt most mi mindent gyakorlatilag a pénzen kívül, tehát ruhát, élelmiszert, cipőket, játékot, szaloncukrot, gyakorlatilag bármit, amivel segíteni lehet a nagycsaládosoknak. Szerintem mindenre szükségük van. Egy másik gyűjtésnek is helyet fogtok adni ezen a rendezvényen, ez is egy tapolcai vonatkozás. Mi lesz ez, kit lehet támogatni? Igen, van egy sajnálatos esemény itt Tapolcán, ugye a Kiszinek egyik fiatal tanulója megbetegedett. Azt hiszem a nevét mondhatom, ezt a szülőktől engedélyünk van, hogy ezt a rendezvényen támogassuk. A Drágac Balázs fiatal ember, aki jelenleg is Budapesten kezelésen van. A Kiszivel karöltve úgy egyeztünk meg, hogy a lehetőséget biztosítunk arra, hogy a szülőknek és a gyereknek is a rendezvény mellett közben gyűjtést szervezzenek. Ott esetleg valaki pénzt, adományt vagy bármit, akkor az iskolától lesznek a diákok, kapnak egy külön asztalt, ott esetleg majd lehet támogatni a betegrászoló gyereket. Beszéljünk picit a szervezőkről. Kik vagytok, hányan vagytok, mióta dolgoztok rajta ezen a rendezvényen? Most mondanám azt, hogy a hatodik éve dolgozunk rajta. Ugye hát a tapolcai trappolók, ez az amatőr futó egylet, mi szervezők, mi dolgozunk azon, hogy ez létrejöjjön. Röviden ennyi. 6 éve működik, tehát most vagyunk, ahányan vagyunk. Akinek kell segíteni, azok segítenek. Összejön minden évben. Kik azok, akik támogatják ezt a kezdeményezést? Ezt most nem tudnám felsorolni. Nagyon boldog vagyok, hogy nem tudom felsorolni, hiszen pont tegnap számolgattam össze, hogy hány vállalkozás, magánszemély támogatta. Hát 67 támogatónál járunk. Ez is csúcs, ennyi még soha nem volt. Tehát minden évben nő a támogatók száma is.
nagyon szépen alakulnak. Látszik, tényleg igény van rá. Minden szinten. Van-e még esetleg valami, amit megosztanál a kedves nézőkkel? Hát, talán annyi, hogy mindenkit szeretettel várunk. Reméljük, jó idő lesz. Az előjelzések szerint nem lesz túl hideg, eső sem lesz, reméljük a nap is. És még annyit, hogy talán azt elmondhatom, bár a nevet nem szeretnék megmondani, hogy az idei évben egy ikonikus személy lesz a, nem mondom, hogy díszvendégünk, egyszerűen annyit mondok róla, hogy eljön és részt vesz a rendezvényünkön. A világ egyik leghíresebb ultrafutója. Szerintem mindenki meg fogja ismerni, hogy ott lesz. De nevet még egyelőre nem szeretnék mondani. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk, és reméljük, hogy minél több nézővel találkozunk majd a helyszínen is. Nagyon szépen köszönöm, meg remélem, hogy pár év múlva ugyanígy lejünk, és a 10.-12. jótékonysági futáson is ugyanígy elbeszélgetünk. Reméljük. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Mi is köszönjük. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Sportmagazinnal legközelebb már csak januárban jelentkezünk. Jövő héten még a programajánlóval várom önöket, tartsanak velem akkor is, addig is viszontlátásra.